A Kisremetéről indult 4 konténer ünnepélyes útrabocsátásán Branislav Nedimović mezőgazdasági miniszter és Subrata Bhattacharjee, India belgrádi nagykövete is megjelent. A nagykövet kiemelte, hogy India évente 200 millió dollár értékű almát importál, és örömét fejezte ki amiatt, hogy országa ilyen kiváló minőségű almát vásárolhat. Az almán kívül Szerbia egyéb gyümölcsfajokat is exportálhatna, hiszen India évente 500 millió dollár értékű friss gyümölcsöt vásárol a világban. Egyéb élelmiszerek is szóba kerülhetnek, mivel éves szinten 1,5 milliárd dollár értékű zöldségfélét és 1 milliárd dollár értékű étolajat is importálunk. A Kopa konzorcium több mint 400 hektáros almaültetvénnyel rendelkezik. Az általuk útnak indított konténerek 80 tonna almát tartalmaznak 90 ezer dollár értékben. Évente összesen több mint 25 ezer tonnányi almát exportálunk a világ 17 országába. Remélem, hogy mától kezdve Indiát a 18-nak tudhatjuk majd. Nagy nap ez a szerbiai almatermesztők számára. Branislav Nedimović mezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy Szerbia évente 120 millió dollár értékű almát exportál a világ 40 országába. Megjegyezte, hogy Indiában még sohasem, az egykori Jugoszlávia idején sem szállítottunk almát. Nagy serkentés ez a szerbiai almatermesztés számára, hiszen 1 milliárd 200 milliós piac nyílik meg előttünk. Ezzel túlhaladtuk azt az időszakot is, amikor az egykori államunk a tetőfokán állt. A tárcavezető bejelentette, hogy folyamatban vannak a Kínába irányuló alma kivitelre vonatkozó tárgyalások is. Ezzel Európa és Ázsia legjelentősebb piacai egyaránt elérhetővé válnak a szerbiai almatermesztők számára.